Megkerülhetetlen történet ez. Ilyen nem nagyon volt ebben a meglehetősen csúnya 20. században még egy, és azelőtt sem. Ez az alaposság, hogy kiirtani egy népet, ez eléggé különleges volt. Saját állampolgáraiból ez az előző rezsim 500 ezer zsidót és 500 ezer keresztényt a halálba küldött. Mert az, hogy a katonákat a Duna helyett a Don mellé küldték el, hogy ok nélkül tízezreket vagy annál is többet Ukrajnában megöltek ilyen partizán vadász tevékenységben. Bűnöket követett el ez az előző rezsim. Most Magyarország ugyanúgy benne van abban a sorozatban, mint amiben a többi európai ország Németországot kivéve, vagyis módjában áll áthazudni a többiek vállára a terhet. Azt mondani, hogy nem mi voltunk, hanem ők voltak. Igen, ez csúnya volt, de hát ők kényszerítettek. És ez voltak éppen Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, mindenütt megvan. És Kelet-Európában ugyancsak. Értelmes jövőt hazugságra építeni nem nagyon lehet. Ha tudnák jobban az ország lakosok, hogy kik laktak itt ebben a faluban, vagy ebben a városban. Ha tudható lenne, hogy ez a ház kinek a háza volt, és milyen mester volt az. Ha lenne némi története a Magyarországon élő zsidóknak a mai magyarok számára felfoghatóan, ha emléket állítanának, egy kis táblát a városházán vagy a községházán azoknak, akiket innen elhurcoltak és megöltek, ha érezhetnék ezáltal az egyszerű, jóindulatú emberek, hogy ez az ő vesztességük volt, hogy ők lettek megalázva ezzel, hogy el lehetett embereket mellőlük vinni csak úgy, és ők csak néztek utána, vagy az ő felmenőik csak néztek utána. Ha kiderülne, hogy a felmenők között sok volt a gyáva és a rabló, sőt, akár a gonosz is, de voltak jók is, együttérzők. Hogyha tehát az emberi fauna teljes tarkaságában megjelenne a történet, akkor az okosabbá tenni ezt a nemzetet.